A Dunai Bástya alsó szintjének felújítása és turisztikai funkcióval való hasznosítása a célja annak a törekvésnek, amit a monostori erőd még 2010. januárjában benyújtott pályázatában tűzött ki célul. A komplex kiállító, illetve szolgáltatási terek létrehozásához mintegy 389 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert Európai Uniós forrásból a Monostori Erőd Nonprofit Kft. A Monostori Erőd Dunai Bástyáját látjuk itt a hátunk mögött, a háromszintes legnagyobb építménye az erődnek, és a Dunai Bástya kikötői fogadótér fejlesztése című uniós projekt építése, megvalósítása zajlik. Ez októberben indult, és márciusban véget kell érjen, és azután kerül sor a belső építészek és a kiállítástervezők munkájára. A téli idő ellenére a munkálatok az ütemterv szerint haladnak. A beruházás kivitelezője a Progress B90 ZRT. Bár a monostori erőd szinte egész területe bejárható, a Dunai Bástya üresen álló alsó szintje eddig a látogatóktól elzárt volt. Az átalakításkor a műemléki irányelveket figyelembe véve az épített térszerkezeteket és felületeket eredeti formájában őrzik meg. A belső terek felújítása a gazdaságos üzemeltetést is szolgálja. A megújult helyiségekben a fogadótér, valamint állandó és időszaki kiállítások kapnak helyet. A Bástya és a Duna közötti külső eseménytér, valamint maga a kikötő együtt alkotja azt az együttest, azt a szolgáltató együttest és vonzerőt, amelyet bővítjük a monostori erődöt, illetve a komáromi erődöt ennek a projektnek, az uniós projektnek a keretében. A fejlesztés nagy vívmánya lesz az állandó kiállítás részeként megépülő, csak nem 9 méter hosszúságú, méretarányos bőgős hajó makett, mely mellett az egyes termekben a dunamenti hagyományos mesterségek emlékeit felidéző, relikviáit bemutató installációk készülnek. A fogadó tér, amely a legmonostori erőt közel 400 terméből a legnagyobb, ezért ez igen fontos, itt tudunk tartani akár 300 fős konferenciát, vagy 400 fős álló rendezvényt. A fejlesztés révén a Dunabástya előtti partszakaszon folyami kikötő létesül. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő támogatásával megvalósult itt kikötő fejlesztés lehetővé teszi, hogy visszahozzuk és újra legyen hajóforgalom. Budapestről sétahajók, kompok és más vízi járműven is megközelíthető legyen az erőd. Az első évben az új attrakcióktól azt várja a Monostori Erőd Nonprofit Kft., hogy közel 7-8 ezer fővel növelik a látogatók számát. Televízne vysielanie je súčasťou projektu pod názvom Informáciou cez hranicu v prihraničnom regióne Post-Danubí, Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika, Slovenská republika. Az elkészült műsor az információval a határon át a Post-Danubí régióban Crossing Borders by Information in the Post-Danubí Border Region című projekt részeként a Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program támogatásában valósul meg.